Itt állunk a Szekszárdi Garai János gimnázium standjánál, és Huszárik Imrét, az intézmény igazgatóhelyettesét kérdezem arról, hogy kiket és milyen képzésekkel várnak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát elsősorban azokat a diákokat várjuk gimnázium lévén, akik tudnak és akarnak is tanulni, hiszen be kell valljuk előre, hogy azok, akik minket választanak, nem feltétlenül a legkönnyebb utat választják az érettségi megszerzéséhez. Viszont akik mégis ennek ellenére mellettünk döntenek, azok mindenképpen azt az utat választják, hogy igen nagy a valószínűsége annak, hogy a felsőoktatási intézmények tárkapukkal fogják őket várni. Hogy is lehet ezt megtenni? A következő képzéseket indítjuk a 2020-21. tanévben. 3, 4, illetve 5 évfolyamos osztályt tervezünk indítani. Ezek közül az egyik osztály a 4 évfolyamos képzésben matematika emelt szintű oktatást és fizikából, informatikából emelt óraszámú oktatást tartalmaz. A másik képzéstípusban emelt szintű német nyelv oktatás zajlik, ez alkotna egy osztályt. A másik 4 évfolyamos osztályunkban pedig humán tagozat lenne, azaz emelt szinten magyar, illetve történelem tanítása, és biológia-kémia tagozat lenne a másik fele az osztálynak, ahol ugye a nevéből adódóan biológiából és kémiából biztosítunk emelt szintű oktatást a diákoknak. Ezen kívül iskolánkban most már lehet mondani, hogy hagyományosan indul idegen nyelvi előkészítő osztály is, ami 5 év folyamos képzést jelent. Itt pedig angol, illetve orosz nyelven folyik az idegen nyelvi előkészítő nyelv oktatása. A felvételi eljárásról röviden annyit, hogy központi felvételi írásbeli vizsgát kell tenni mindenkinek, aki hozzánk bejut, tehát a 6-osoknak is és a 8-osoknak is. Ennek az időpontja január 18-a szombat 10 óra, magyarból, illetve matematikából kell egy 45 perces feladatlapot megoldaniuk, természetesen tantárgyanként 45 perc. Erre viszont külön jelentkezni kell december 10-éig. A jelentkezőinknek a körülbelül a 90%-át felveszik az általuk választott felsőoktatási intézménybe, és ezek a felsőoktatási intézmények jellemzően azért az ország legjobb, legnehezebb egyetemei, ahova nagyon magas felvételi pontszámmal lehet bejutni, pláne államilag finanszírozott helyre. És alátámasztja még az is az eredményeinket, hogy nem csak bekerülnek ezek a diákok, hanem benn is maradnak. Hiszen ez ma már nagyobb kihívás, úgy gondolom, benn maradni egy felsőoktatási intézményben, és ott jól teljesíteni, mint sem bekerülni. Igazgatóhelyettes úr, nagyon szépen köszönjük a segítséget!